Március 31-én, nagyszombaton, este 9 órakor került sor a katolikus templomban arra a különleges szertartásra, amely a tűzszenteléssel kezdődött meg. A római katolikus hívőközösség ezen az eseményen átélte Jézus feltámadásának élményét, Jézus világosságának szétáradását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen! Testvéreim, ezen a szent éjszakán Jézus Krisztus a halálból életre támadt. Mindannyiunkat meghív most az egyház. Egész világon szerte élő gyermekeit. Most együtt imádkozzunk és vérasszunk. Emlékezzünk Urunk húsvétjára. Meghallgatjuk majd, hogy a régmúlt időkben Isten igéje, hogy készítette elő ezt a napot. Szeretnénk győzelmének részesévé válni. Szeretnénk, hogyha belevonultánk mindabba, amit ő értünk tett, és ezzel a szívvel veszünk részt ezen a szertartáson. Könyörögjünk, Istenünk, a Szent Fiad által Isteni fényességbe tűzét adtad híveinek, kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jézus Krisztus tegnap és ma. Ő a kezdet és a vég, ő az alfa és ő az omega. Ővé az idő és ővé az örökké valóság. Ővé a dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Szent és dicsőséges. Sebb helyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága osztassa szét szívünk és elménk kuháját.
Krisztus világossága, Istennek legyen hála. A nagyszombat a húsvét vasárnapot megelőző nap a keresztény naptárban húsvét vigíliája, előestéje. A húsvéti ünnepkör szent három napja közül, a nagycsütörtök és a nagypéntek után ez az utolsó. A hagyomány szerint ezeken a napokon Jézus Krisztus holtan feküdt sírjában. Ezért a nagyszombati szertartások alapja a sötétség és a fény, a halál és a feltámadás. Az esti szertartás kezdetén a templomban sötétség és csend van. Így várja a hívő közösség a feltámadást. A szertartás a tűz megszentelésével kezdődött, ahol megtörtént a húsvéti gyertya meggyújtása. A húsvéti gyertya egy nagy méretű fehér viaszgyertya, amelyre a szertartást végző plébános elhelyezte a keresztet, az évszámot, a kezdet és a vég jelképét, az alfát és az omegát, valamint öt tömjén szemet, Krisztus sebeinek emlékére. A húsvéti gyertya jelképezi a feltámadt Krisztust. A húsvéti gyertyát ezt követően bevitték a templomba, ahol mindenki meggyújtotta annak lángjáról a saját gyertyáját. Majd miután a húsvéti gyertya megérkezett az oltár elé, lassan fénybe borult a templom is. Krisztus világossága,
és soha